Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját, szólt néhány évvel ezelőtt a kormányzati propaganda a migrációs válság kezdetén, csak hogy ez már akkor sem volt feltétlenül minden tekintetben így, gondoljunk csak a letelepedési kötvényekre. Ma viszont meg már teljes mértékben nem fedi a valóságot, ugyanis a kormány egy saláta törvénybe bújtatva elfogadott egy olyan javaslatot, amely minősített munkaerőkölcsönzőkön keresztül munkavállalási engedélyek nélkül gyakorlatilag tágra nyitná az ország kapuit a harmadik világból érkező vendégmunkások számára, főként a Fülöp-szigetekről érkezők számára, vietnámiak, mongolok és egyéb ázsiai népek munkavállalóinak számára. Ez volna a Fidesz, a kormány munkaalapú társadalma. A szakszervezeti vezetőktől tudjuk, hogy már így is számos üzemben tulajdonképpen szállóigévé vált az a mondat, amely úgy hangzik, hogy ha sokat problémázol, jön helyetted az ázsiai, aki nem beszél vissza. A Mi Hazánk mozgalom szerint viszont a munkaerő hiányt nem idegen vendégmunkások behozatalával kell megoldani, hanem azzal, hogy tisztességes béreket adunk a magyar dolgozóknak, és megfelelő munkakörülményeket biztosítunk számukra. Mert nekünk tényleg Magyarország az első, a magyar emberek és a magyar dolgozók. Úgy tűnik tehát mindebből, hogy a kormány, a Fidesz jelszava nem más, mint az, hogy béremelés helyett vendégmunkásokat. A Mi Hazánk viszont azt mondja, hogy vendégmunkások helyett béremelést. És ezt most már, mint legerősebb ellenzéki párt képviseljük, és most is, és a jövőben is minden lehetséges fórumon, minden lehetséges eszközt megragadva harcolni fogunk azért, hogy vége legyen ennek a káros gyakorlatnak, hogy erkölcsi és anyagi megbecsülést tudjunk adni a magyar dolgozóknak, és ebben a törekvésünkben szövetségesnek tekintünk mindenkit, aki egyetért velünk, valamennyi szakszervezetet, valamennyi szakszervezeti vezetőt, úgyhogy innen erről a helyről is üzenni szeretnénk nekik, hogy dolgozzunk közösen együtt azért, hogy Magyarország az a hely legyen, ahol a magyar dolgozó az első.